Ma kezdődött az ENSZ közgyűlésének 78. ülésszaka. Várhatóan számos politikus ismét az ukrajnai háborúról beszél majd. A közgyűlésben maga Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is felszólal, aki szövetségeseket akar maga mellé gyűjteni, és be akarja mutatni, milyen pusztítást okoztak az orosz csapatok Ukrajnában. A politikus szokásos videóüzenetében, amelyet még az ENSZ-ben történő felszólalása előtt közölt, egyben kiemelte, milyen fontos munkát végeznek azok, akik Ukrajnát védik. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. Miközben azonban Volodymyr Zelenszky az ukrán légvédelmet dicsérte, Oroszország ismét légitámadásokat intézett ukrajnai célpontok ellen. Légicsapások érték egyebek mellett Lemberget, Harkivot és Herszont is. Legalább két ember közöttük egy rendőr életét vesztette. Az ukrán hadsereg jelentése szerint kedre virradóra az orosz fél 30 drónt küldött ukrán célpontok ellen, ebből a légierő 15-öt lelőtt. Orosz részről ukrán ellencsapásokról adtak hírt.